A kánikula okozta egészségügyi veszélyekre hívta fel a figyelmet a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. Kerékpározható összeköttetés létrehozásáról egyeztettek az országgyűlési képviselővel és a DMRV vezetőségével Tahitótfalu és Leányfalu polgármesterei. Vegyszeres gyomirtás lesz a Hév vonalán. Nyárindító néptáncos mulatságot tartottak Visegrádon. Társas játékkupát szerveznek Esztergomban. A kánikula okozta egészségügyi veszélyekre hívta fel a figyelmet a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. A legfrissebb előrejelzések szerint a folyamatos magas középhőmérséklet miatt kiemelten fontos, hogy figyeljünk magunkra és egymásra, hiszen a hőguta, a hősok és a napszúrás nagyon veszélyes. A hőguta akkor alakul ki, ha a külső hőmérséklet hosszabb ideig nagyon magas, így megfelelő hőleadás hiányában testünk hőmérséklete is elkezd emelkedni. Három jellegzetes tünete van, a verejtékezés hiánya, a test maghőmérsékletének 39 fok fölé emelkedése és az eszméletvesztés. Első stádiumában a keringési rendszer még képes kompenzálni, a másodikban azonban a szívműködés rendezetlenné válik. A valódi hőguta kezelés nélkül halálos kimenetelű is lehet, ezért minden esetben azonnal mentőt kell hívni, ha ezeket a tüneteket tapasztaljuk. A hősok is veszélyes. Ez akkor alakul ki, ha nagy melegben erős fizikai munkát végzünk vagy sportolunk. Szervezetünk izom- s hasi görcsökkel, bágyadtsággal, látászavarral, lázzal, légzési nehézséggel, szapora pulzussal jelzi ezt az állapotot. A napszúrásról se feledkezzünk el, ami akkor alakul ki, ha hosszú ideig a napon tartózkodunk, és közvetlenül a fejtetőnket, tarkunkat süti a nap. Tünetei könnyen felismerhetők. Vörös fej, száraz és forró bőr, magas pulzus, fejfájás, szomjúságérzet, kábultság, gyengeség, hányinger, hányás és magas láz. Komolyabb esetben akár eszméletvesztés is bekövetkezhet. Kánikulában a szokásosnál nagyobb mennyiségű vízre van szüksége a szervezetnek, ezért a nagy melegben fogyasszanak több folyadékot, lehetőség szerint vizet. A déli órákban ne tartózkodjanak a tűző napon. Akik a hétvégét a vízparton töltik, kerüljék a déli órákban a napozást. Mielőtt a vízbe mennének, hűtsék le magukat, illetve felhevült testtel semmiképpen ne ugorjanak a vízbe. A légkondicionáló berendezés ilyenkor jót tehet, de csak időnként kapcsolja be, és a hőmérsékletet ne állítsa 27 foknál hűvösebbre. A ventilátort szintén szakaszosan kell üzemeltetni. Fontos tudni, hogy a lapátok csak a belső meleg levegőt forgatják, ami kiszárítja a szervezetet, ezért minél több folyadékot kell fogyasztani. Az autóval közlekedőket különös óvatosságra inti a Népegészségügyi Központ. Rájuk is kedvezőtlen hatással lehet a nagy meleg. Néhány percre se hagyják a gyermeket vagy házi kedvencüket a parkoló autóban. Ha bárki napon álló autóban hagyott gyermeket vagy házi állatot lát, azonnal hívja a 112-es segélyhívószámot. Kerékpározható összeköttetés létrehozásáról egyeztettek az országgyűlési képviselővel és a DMRV vezetőségével Tahitótfalu és Leányfalu polgármesterei. Jó hírek érkeztek a két települést összekötő kerékpárúttal kapcsolatban. Erről adott ki tájékoztatást Adorján András, Leányfalu polgármestere a település közösségi oldalán. Mint írja, 2023. áprilisában értesítették az önkormányzatot, hogy megtörténik ellátásbiztonságot szolgáló beruházásként az ivóvízvezeték csőcseréje a Tahitótfalui víztározótól a Leányfalui Berkenye utcai víztározóig. A projektben Tahitótfalu területén a 11-es főút mellett, majd a település határától Leányfalun a Dunaparton, DMRV tulajdonában lévő zöld területen fektetnek le új vízvezeték csövet, amely a 11-es úttal párhuzamosan éri majd el a Seres utcát az ottani ingatlanok alatti földes út felbontásával.
A polgármester azt írja, hogy már az első megbeszélésen arra kérte a beruházó DMRV-t és a kivitelezőt, hogy a zöld területi nyomvonal majdani betemetését és az utólagos tereprendezést a lehető legjobb minőségben végezzék el, hogy a nyomvonal alkalmas legyen a kerékpáros és gyalogos közlekedésre addig is, míg lesz lehetőség pályázni a Tahitót falu felé futó kerékpárút kiépítésére. E projekt kapcsán indult el a közös gondolkodás, melynek eredményeként dr. Vitályos Eszter országgyűlési képviselő, kormányszóvívő, dr. Sajtos Sándor polgármester, a DMRV képviselője és további szakemberek részvételével bejárást tartottak az érintett területen. Megvizsgálták, hogy ennek a leányfalui nyomvonalnak a továbbvitelével megoldható lenne egy olyan ideiglenes útvonal kialakítása, mely lehetőséget nyújtana a két település közötti biztonságos, gyalogos és kerékpáros közlekedésre a 11-es úttól távolabb. A DMRV hozzájárult ahhoz, hogy ez a nyomvonal létrejöhessen a DMRV területén az ivóvízbázis külső védővezetében. Ez az ideiglenes útvonal némi tereprendezéssel, kövezéssel, kaszálással használható lesz addig, amíg megépülhet a két települést összekötő biztonságos, hivatalos kerékpárút, melynek 2006-ban megtervezett és részben már engedélyeztetett nyomvonala a 11-es főút mentén attól szallagkorláttal elválasztva haladna. A leányfalui szakaszon a csőfektetés hamarosan lezárul, így adottá válik a nyomvonal használata. A Tahitótfalui szakaszon azonban jóval komolyabb tereprendezésre lesz szükség, hiszen itt nem történik beavatkozás a DMRV részéről. Noha a legjobb esetben is csak szórt kőzuzalékkal borított útvonalat hoznak létre, ennek is jelentős költsége lesz, melynek előteremtésén dolgoznak. Az ideiglenes nyomvonal kialakítása teljes hosszában az anyagi lehetőségek függvényében remélhetőleg idén ősszel megvalósul, írja a polgármester. A MÁV HÉV ZRT tájékoztatást adott ki, miszerint 2024. június 24-e és július 1-e között vegyszeres gyomírtást végeznek a HÉV vonalak mentén. A folyamat az esti órákban történik egy Unimog típusú járművel. A gyomírtás a HÉV vonalakat, a HÉV üzemi területeit, az állomásokat, a megállóhelyeket, valamint ezek közvetlen környezetét érinti. A vasúti gyomírtás minden évben végzett rendszeres, szokásos tevékenység. Nem szépészeti beavatkozás, hanem a vasútüzem zavartalan fenntartásához szükséges. Az alkalmazott anyag a méhekre, más állatokra, emberre nem ártalmas. A gyomírtás során a kötelező és szokásos óvintézkedéseket megteszi a társaság. A gyomírtás ütemezése a H5-ös vonalon, a Szentendre üzemi területen 2024. június 25-én, illetve július 1-én lesz. Nyárindító néptáncos mulatságot tartottak Visegrádon. Június 8-án Visegrád adott otthont egy különleges nyárindító mulatságnak, amely a néptánc és a népzene ünneplésére fókuszált a Magyar László tornacsarnokban. Az esemény célja az volt, hogy a családok együtt élvezhessék a magyar népi hagyományokat és egy vidám, élményekkel teli napot töltsenek el a Dunakanyar szívében, miközben a népzene és a néptánc szépségeit ismerhetik meg. Én itt nőttem fel Visegrádon, ez a szülővárosom. Itt egy nagyon jó néptáncos közösségben sikerült megismerkednem az egész ilyen népi kultúrával. Miután ugye vége lett az iskoláknak, és itt hagytuk Visegrádot, utána eléggé szétszélett a társaság, és szerettem volna egy kicsit összerázni ezt a hagyományt, a táncházakat, amiket tartottunk régen. Balázs Villő elmondta, hogy a rendezvényen nem csak a helyieket próbálták megszólítani, hanem az egész Dunakanyarból, valamint Budapestről is várták az érdeklődőket. Kiemelte, hogy Visegrádon ilyen nagy volumenű a néptánc köré szervezendő eseményre még nem volt példa. Én az egyetemen teljesen más tanulok most jelenleg, de ettől függetlenül nagyon fontosnak tartom azt, hogy
itt Visegrádon belül, de egyébként az egész Dunakanyarban, hogy ez a közösség szervezését magát, azt, hogy legyenek jó társaságok, és tényleg az emberek ismerjék meg egymást. És például egy ilyen táncház, az pont a legjobb szintere ennek. A délután folyamán különböző programokkal várták a látogatókat, melyek között minden korosztály talált magának kedvére valót. Igazából ez nem csak egy táncház, tehát ugye 3-kor kezdtünk, itt a gyerekeket különböző kézműves programokkal várjuk, mint kavicsfestés, kaláriskészítés, hajfonatokat tudnak készíteni maguknak, bőrdíszműves mesterséggel is megismerkedhetnek, szóval több ilyen kreatív programok közül válogathatnak, illetve lesz tánctanítás és népdaltanítás is. Ez mind a gyerekeknek, utána pedig este 7-től egy kicsit átveszi a helyet így a, nem is tudom, így a felnőtt társaság és ez az egész táncház hangulat maga, ugyanis jönnek zenészek is, Juhász Dénes és társai fognak zenélni itt nekünk, és húzzák a talpalávalót, remélhetőleg hajnalig. A rendezvény időtartama alatt büfé is üzemelt, ahol a résztvevők finom falatokkal és frissítő italokkal csillapíthatták éhségüket és szomjukat. A büfénk bevétele igazából egy alapítványhoz fog kerülni, tehát hogy mindet felajánljuk, majd a Legyél Ádám reménye alapítványnak, egy beteg kisfiút támogatunk ezzel, igazából a kezelésére fog menni majd az összeg. Az eseményt Visegrád város önkormányzata, valamint több helyi civil szervezet, közösség, illetve vendéglátó egység támogatta. A nyárindító mulatság egy fergeteges és emlékezetes nap volt, amely minden résztvevő számára maradandó élményt nyújtott. Én reménykedem benne, hogy ez egy sikeres programnak bizonyul majd, és ha ez tényleg így lesz, és van rá érdeklődés és nyitottság, akkor én nagyon szeretném, hogyha ezt esetleg évente, de hogyha tényleg annyian jönnének, akkor akár havonta is meg lehetne esetleg szervezni, és lehetne ebből egy hagyományt teremteni, az lenne a legjobb. Carcassonne 2024 címmel társasjáték megmérettetés lesz Esztergomban június 29-én szombaton 15 órakor a Kapcsolatok házában. A jelentkezők indulhatnak a Vármegyei Bajnokságon, és győzelem esetén nem csak kiadói kedvezményekkel gazdagodhatnak, hanem lehetőséget kapnak a Budapesten megrendezésre kerülő országos bajnokságon való részvételre is. Ha valaki ott is a dobogó tetejére kerül, a bajnoki cím és a hozzátartozó kupa más értékes nyereményekkel is gazdagodhat, és a nemzetközi döntőbe is kijuthat. A verseny formátuma a résztvevők számától függően 3-4 forduló. Információt az info@játékkunyho.hu e-mail címen, vagy a +36 20 775 26 21-es telefonszámon lehet kérni. Nevezési díj nincs, minden vállalkozó szellemű versenyzőt szeretettel várnak.